Na, szervusztok kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez itt a Deadfall Adventures végigjátszásomnak a 15. része. Előbb nagyon durván beszaggatott a játék, meg is ijedtem egy kicsit. Tehát ott tartottunk ugye, hogy lementünk ebbe a furcsa kriptaszerű helyre. Nem tudom miért hívom kriptának, ez jutott most így hirtelen eszembe. Valamiféle temetkezési hely, ugye? Dr. Daniel Jackson. Elkezdtem újra nézni a Csillagkapu sorozatot, ugyebár... Jajcs! Ezek a piros vonalak, ezek marha jól jelzik azt, hogy hol megy a kasza. És akkor így gyönyörűen ki tudom kerülni. Ez az. Jaj. What the fuck? Igen, szóval akkor bruttyanás van. Ez az, jó van. Megjegyezte a játék a múltkori beállításaimat, aminek egyébként marhára tudok örülni. Most már akaratomra tudom az elemlámpát manipulálni, mert egyébként itt a bal átnál volt, és ugye ilyen a jobb oldali részen van az irányítás, fontosabb irányítási rész. Mi ez? Harcban nyújtott hatékonyságod a sötétség lényei ellen. Feltöltődési sebessége a lámpának megnő. Jaj, de jó. De rohadt jó. Szuper vagyok. Igen. Na, szóval, hogy... Tehát én az iránybillentyűkkel irányítom a játékot, delete-tel ugrok, end-del legugolok, ezt már régebben is sokszor hangoztattam. Tehát nem a VSAD-s megoldást választottam, na mindegy. És ezért mindig bal kézzel át kellett nyúlni ugye a bal althoz, hogy... Ez mi volt ez a hang? Hát ugye a lámpával meg tudjam csinálni ezt a cuccot, na. Tehát tulajdonképpen ez a hosszas magyarázkodásnak ez volt a lényege. Te jó ég! What the fuck is this? Add ide, légy szíves, kincs begyűjtve, harcos ösvénye. Ez meg itt bruncs, meg pumcs. Na jó, töltsük újra. Na, nyilván a valóságban nem így cselekedtem volna elféleképpen. De hát most érted, ez egy játék. Nincs is most más fegyverem. Hello. Hihetetlen, hát az. Valóban az. Bumcs! Jajcs! Belém állt egy nyilvessző, Melvin Bondöfött. Talán rá kell világítani. Aha. Valahogy sejtettem. Ennyi lenne? És most, hogy már be van állítva, most már megnyomhatom? Érdekes, hogy most kell belelőni egyet? Reagálnak az éles... Ja, hogy... Aha. Ja, feladvány. Time. Kitalálom. Nem mindegy a sorrend. Ja, hogy még azok is vannak? Na, mi lesz már? Azt a szemet nem tudom átvarjálni. De most komolyan így, most csak annyi lenne, hogy itt mindegyiket meg kell világítani. Nem hiszem, hogy ilyen egyszerű lenne. Aha. Oké. Megint megoldottam egy feladványt. Mondaná Jack O'Neill. És most miképpen oldottam meg? Na menjünk, gyere akkor, ha már ilyen profi vagyok. Júj, mi volt az a beszólás? Let's move! Anyád! Na, bezárult mögöttünk az ajtó, kicsi lány, úgyhogy nem tudok visszajutni. Remélem elintézted a WC-zési szokásaidat. Még időben. Mert nincs nálam WC-papír, csak szólok. Na, ó, itt egy napló. Daniel Jackson, kérem fordítsa le. Ami nem úgy, hogy fejjel lefelé, hanem
magyarra. Goa-Uldról. Na várj, gondolkodjunk, most akkor mi is van? Hogy távcső, vagy mi ez, nem távcső, vagy távcső ez? Vagy csak egy világító eszköz. Valaki bekapcsolva hagyta a rádiót. Robbantási dolog. Úgy látszik, hogy félbe hagyták volna, vagy nem. Robbantottak. A németek már megint megelőztek minket. Tudtam. De őt miért nem támadjátok, csak engem? De vagytok pipulva, hogy nem kezdtem el a Half-Life 2-t időben? Nyanyátok át! El fogom kezdeni majd. Jó, nem! Fuck you, asshole! Jaj, de jó, hogy a lámpa effektet beállítottam, gyermekeim, úgy örülök. Szóval rájöttem, hogy itt ebben a játékban a feladványok nehéznek tűnnek elsőre. De igazából, ha észszerűtlenül csinálod, akkor is meg lehet oldani. Na, tehát akkor most itt lehet rászóltam, ugyebár... Az ott mi? Henger. Várjál. Ez itt nem lehet véletlen. Ez. Gondolom, hogy ezt kell követni, ezt a fajta mintázatot. Ezt. Hát, akkor próba szerencse. Inkább... Igen, tudom. Várjál. Hát igen. Ja. Hoppá. De várjál most. Nekem most akkor itt... várjál. Igen, erre kell menni, jaj, de jó. De itt mi van ott sötétségben? Semmi. Azt hittem, egy pizza. Jaj, holnap utazok elfele itthonról. Egy némi időre. Néhány napra. Nem kell megijedni. Nem maradtak videó nélkül, kedves nézőbarátkáim, mert... hogy jelenleg is azért videózok, hogy ne maradjatok videó nélkül. Na várj, most itt hogy van? What the fuck is this place? Elfordultak volna a jelek? Elfordult volna a jel, de várj, ez nem ugyanaz a jel. Becsapós. Akkor most ezt kell követni? Nem kizárt, hogy mostantól kezdve ezt kell követni, ezt a harkály madárszerűséget. Várjál. Gondolkodjál, Oscar. Azt is lehet követni, meg... Jaj, ne! Mi történt? Vagy várják, kövessem ezt. Vagy várj, mi legyen most? Mi legyen, rabbi? Mondjon le. De várjál most, hogyha én odalépek, az nem lesz jó. Igen, az jelzés, hogy nem akkor ide lépjek? Hát, jó. Ide lépek, de most ennek nem tudom mi értelme volt, vagy most akkor azokat kell alapul venni, vagy most mi van? Mit történik itt körülöttem? Harkálymadár, az jó. Ez jó. Nem? Nem. De nem halok meg. Oké. Oké, és akkor most várjál. Vagy most ezt meg kéne jegyeznem? Ajajaj. Oké. Hát gondolom, hogy erre kell menni. Shit. Aha. Tehát akkor itt nem arról van szó, hogy meghalhatok, hanem hogy muszáj eltalálnom a megfelelő ösvényt. Ezt le kéne rajzolni akkor. Várj, most erre jöttem, ugye? És akkor ez nem volt jó. De igen. Anyád. Akkor itt a madárnál kell tovább menni. Várj, hogy volt.
Anyád! Na most már rajzolni fogok, esküszöm. Rajzolok is, nem érdekel. Fő a kreativitás, gyerkőceim, tanuljátok meg. Jó, tehát akkor a madarantyú a kiindulási pont. Ez lesz ez a kocka, itt, ez. Nem látod, de én rajzolom. Igen, egyet előre. Még egyet, így van. Legend of Kirandiában már ezt tapasztalhattad, ugye, kedves nézőm? Egyet balra. Még egyet. Próbálok térben tájékozódni. Aztán felfelé. Még egyet. Így van. Jobbra. Jobbra kettőt. Úgy igaz. Jaj, de jó lesz megoldani. Aztán felfelé egyet. Sőt, kettőt. Igen. Egy. Kettő. Akkor balra egyet. Kettőt. Remélem, ilyenkor büszkék vagytok az agyamra. És akkor most fogom elcseszni, ugye? Igen. Tehát akkor nem egyenesen kell menni, hanem akkor úgy puttyanás ügyileg. Akkor még egyet balra. Fel egyet. Akkor gondolom majd felfelé kell akkor menni. Jó. No problem. Ez még Daniel Jackson is megirigyelné. Így van, tehát felfelé. És akkor végül is jobbra. Meg gondolom, hogy itt már csak jobbra kell menni, ugye? Igen. Ja. Zsírkirály. Na igen. Új feladvány, gyerekek! Várja. Most innen kilépek, hát nyilván akkor ebbe az irányba kell elindulni, ugye? Jó, mindegy. Megnézem, hogy most itt what the fuck van, ugye egyáltalán. Why the fuck am I doing this? Whole bunch of fucking things. Tehát, hatalmas nagy lánc. És itt sincs pizza. Gondolom meg kell oldani a feladványt, akkor majd kapok egy sonkás kukoricásat. Na jó, akkor papírusz kitépül. És felirandusz ezt itten. Úgy. Tehát akkor innen indul a dolog. És egyet jobbra lépek. Egyet fellépek. Fellépek, érted, a színpadon. Nem. Jó, akkor jobbra fel. Nem. Jobbra fel, jobbra. Úgy igaz. Fel. Nem. Na ja, tudományosan csinálom. Ha? Jó. Yeah. Nem. Akkor majd felfelé fogok lépni. Na megint. Érted? Mint youtuber. Anyád! Hát hogy? Vaj, akkor hátra is lehet? Ja, persze, hogy lehet. Hát persze, hogy lehet. Miből gondoltad, hogy nem lehet, Oscar? Igen. Mi volt ez? Beakadtam, puska töltögető. Aha. Szerintem jobbra. Úgy van. Anyád! Akkor nem jobbra, majd felfelé megyek ott. Várja. Egy.
Hátra. Jobbra. Fuck. Na jó. Igen. Marha érdekes lehet ez nektek. Hát csak is jobbra. Úgy van. Szerintem megint egyet jobbra. Igen. Fel. Megint fel. Igen. És... jobbra. Így van. Megint jobbra. Nem. Akkor itt csak felfelé lehet. Na, közben is rajzolom. Jaj, gyerekek! Olyan jó ez a játék, komolyan már alig várom, hogy vége legyen. Igen. 3. 4. Igen. Jajaj. Igen. Oh, hát király vagyok, gyerekek! Na, meg is jutalmazom magam egy pizzával. Hova rohansz, kicsi lány? Csak úgy berohansz oda a sötét lyukba. Megvárom, hogy szexin leugorj. Gyönyörködjünk egy kicsit az animációidban. Hát nem túl jó animációk. De azért nem rossz. El tudnám viselni. Életközeli helyzetben. Életközelébb. Hoppá, ez az, csak szép lassan, szexin, úgyni. Na, hol vagyunk Daniel Jackson? Carter őrnagy? Mi a helyzet? Hú, mik ezek a goauldok? Nagyon furcsán viselkednek ezek a goauldok, kérlek alásan. Biztos Apophis seregét gyarapítják. Na végre egy puskantyajcs. Még egy ZPM-nek örülnék, habár a zombik ellen nem biztos, hogy jó. Akarom mondani, zombi goauldok ellen. Hello! Hopp, mi a... azt a rothadt! Jaj, de jó, megtámadták őket! A bogarantyajcsok! Jézus Mária szent göcsört! Na, mindenki meg purcant. Puk-puk-puk-puk. Mindenki meg fog dögleni. Minden zombi halálra van ítélve általam. Ez az, király. Királyok vagytok, bogarantyajcsok. Júj, mi volt ez? Hello. Na, purcanjatok. Hol vagy, kicsi lány? Carter őrnagy, hol vagy? Á, itt vagy. Jól elbújt. Jack O'Neill vagyok, ezredes, és a földet képviselem, adják meg magukat. Nem is így beszélt. Jó, mi az bomba volt, az ott várjál. Vagy nem? Kézigránát hajts. Jó, van, sikerült. A szimbiótáitok nem segíthetnek most rajtatok, köcsögök. Puskantyajcs! Puskantyajcs! Ez az. Királyság. Hú, nincs már lőszar. Ez nem biztos, hogy jó ötlet. Instabillá tenni a szerkezetét a cuccnak. Na, ez egy fosfegyver, ez nem kell nekem. Hol van a másik fegyó? Hát ennél még a sima sörétes is jó. Add ide. Die, you son of a bitch. Hát persze, hogy egy izében vagyok még. Gond nélkül megoldom.
jaj. Elnézést kihányok. Jaj, ne bogarantjaj csak. Bírtam volna, abból is bogarantjaj csak jönnek ki. Újra töltöm a puskantyajcst. Oké, mehetünk, hölgyem, most már szerintem elpusztultak ezek a Half-Life fos cuccok. Ó, várj, itt a fegy, jó. Egy golyó van benne. Oké. Na, mehetünk. Derítsük fel ezt a bolygót, Carter százados. Oké. Furcsa jeleket látok, nem Goa'uld eredetű dolgok. Ez mi? Csak nem be akar omlani a cucc. Except for Hagen and all the soldiers. Oh, those Spanish guys probably. Szóval végül is nincs igaza a csajnak, mert mindenki élvezte. Oké. Okay. Hát azért nem rossz, nem rossz a játék grafikája, na azért nézd, lássuk be, nem? Szóval most na. Hát ez azért orgazmus. Na menjünk akkor itt, hát nem tudom, most inkább nem ugranék oda le, elhiszem, hogy nincs ott semmi. Jaj, nektár. Nem tudok oda menni. Mindegy, menjünk akkor tova. Itt vagy, kicsi csaj. Köszönöm szépen. Miért jöttem most ide? Hopp, valami itt van. Te jóságos, jó szagú. Valami feladványt sejtek. Várjál csak. Az elefánt jel, meg ez a kroki jel. Jaj, de örülök neki. Let's hope this thing takes us up to the surface again. I've seen this somewhere nearby. Nem rossz, nem rossz grafika. Tetszik. A grafikusok kitettek magukért. Nos. Mi történik? Elfordulunk, igen. És akkor most ez azt jelenti, hogy ebből az irányba kell először elmenni. Ó, friss forrásvíz. Vagy nem tudom mennyire friss, de szerintem ez abszolút ihatónak tűnik. Oké, megnyomtam. Nem tudom, történik-e még valami. Inkább nem esnék oda le. Ja, a tüskék is vannak. Aha. Akkor oda nem esek le. A jel, remélem nem fordul vissza a jel. A pisztolyra akarok váltani. Na mindegy, legyen akkor a sörétes. De várj, itt vannak ilyen tekerentyűk is. Gondolom, hogy ezzel talán felfelé is lehet menni, ugye? Aha. Jó, hát innen már akkor elég egyértelmű a dolog. Bár várjál, itt ezt lehet tekerni? Nem lehet, csak az egyiket lehet. Jó, hát akkor itt van a másik cucc. Hát ez viszonylag egyszerű feladvány volt. De most vajon mit kell csinálni? Jaj! Fülileg viszketődök. Na, jó, hát akkor... Nem tudom, de... Szerintem megoldottam mindent. Tudom. Semmi változás. Hm.
Itt valami? Esetleg? Semmi. Ajjaj. Gondolom idősen olyan essek le mi. Jaj. Vagy igen. Mi lehet ott lent szerinted? Tüskék vannak. Hát ezzel felfelé lehet mozgatni a cuccot szerintem. Vagy nem? Igen, de. Jaj, lehet még feljebb. Jó van akkor. Végre nem tököltem most túl sokat. Nem jól csináltam valamit? Jó, hát el van fordítva. Akkor lehet, hogy most kell beaktiválni a cuccokat, mi? Lehet még feljebb is lehet menni? Még feljebb, hát nem. Aha. Jó, forgassuk. Még. Úgy van. Jöjjön a híd. Hidat kérek. Köszönöm szépen. Akkor legyen az elefánt először. Akkor most lefelé megyünk. Jó. Igen, elforgatjuk magunkat. Feladvány. Feladvány gyerekek, gold. Rá kell jönnünk, milyen sorrendben nyomjuk meg azokat a gombokat. Gondolom, hogy rossz sorrendben nyomtam meg. Hát gondolom, hogy akkor legyen ez. De várjál, azt hiszem ezzel kezdtük, vagy várjál? Nem, lehet pont fordítva volt. Mindegy. Akkor most ezzel kezdtem. Akkor most jöjjön ez. Na, most elvileg jó lesz, remélem. Vagy melyikkel kell felfelé menni? Francba. Értem. Tehát ami lent van, az visz felfelé. Igen, tehát ami a kar lent van, akkor azt csak így kell felhúzni és betolni, és akkor így megy felfelé. Na, remélem most jó lesz. A feladvány jó lesz. Szögediesen fogalmazva jól össz. Na, még egyet nyomassad neki. Várjál! Arra is lehetett menni? Akkor gondolom, hogy... Várjál csak! Várjál! Ezt én észre sem vettem eddig. Hogy nem vettem ezt észre? Hogy arra is lehet menni. Mert szerintem ott lesz még egy gomb. Mert az szinte biztos, hogy azt ott utoljára kell megnyomni, ez szinte hódziher. Na, forgolódjunk már. Még egy picurit, egy pindurit. Értem. Vicces a dolog, vicces. Na jó, mindegy, akkor arra még nem tudok menni. Hát akkor marad az, hogy azt a fő gombócot megnyomom, az kész. Nem elég hosszú a híd. Várjál csak. Azt hiszem, hogy ugyanezt fogom most megismételni, amit az előbb csináltam, mert az volt benne a hiba, hogy ezt én alapból talán elfordítottam, és azt nem kellett volna. Vagy nem? Most már mindegy. Megcsinálom újra. Szóval akkor lefelé akarok haladni.
Hopp, lejárt az idő. De ezt még egyszer megpróbálom. Tehát akkor... Igen, először ezt. Először... Kroki. Kroki fej. Jó, akkor most felfelé megyünk. Ha egymás mellett lenne a három gomb, akkor nagyon egyszerű dolgom lenne. Akkor pillanatok alatt meg lenne. Hát meg lesz így is, ne aggódjatok. Megoldjuk. Jó. Ja. Jónak kell lennie. Na, akkor menjünk felfelé. Így van, aztán forgolódjunk is egy kicsit. Nagyon remélem, hogy működni fog a dolog. Na, gyerünk! Anyád! Na jó, akkor itt most vége lesz ennek a résznek. Hogyha tetszett, akkor légy szíves, lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra. A következő részben már onnan fog kezdődni, hogy ez a rohadt ajtó ki lesz nyitva, és akkor megpróbálom megjegyezni a kombinációt, hogy azzal már ne untassalak titeket majd a videó elején. Na, köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!